Na tja, ich glaube sogar sieht oder Warframe. Sind ein paar Video beim Reben vor Burgetten. Most már összegyűjt annyi kuba, hogy nekiállhassunk egy rönt pörgetni. Az egy basszú rönt. És azt mondja, hogy alapból jelektéket tartalmaz. A második lövésénél tűz van. A státuszos fegyverről beszélünk. Igazából inkább múlt is ott kéne vele. Ez úgy nem menne rossz. Múlt is a damage. Szerintem így ilyesnek így jónak hangzik hozzá. Meglátjuk, hogy a pörgetések milyen eredményt hoznak. A event displaystyle az majdnem maximum, úgyhogy nem lehet annyira rossz dolgokat neki pörgetni szerintem. És ugye elég sok kóval jöttem össze. És úgy gondolom, hogy azért egy rivel bürgetésén azért fontos a kuvának a mennyisége, hiszen ugye láthatátok az előző ilyen rivenes bürgetős videókban, hogy nagyon sok kuva felhasználása és nagyon sok esetben nem igazán jó statokat produkál a játék. Úgyhogy szerintem egy riven pörgetésnél az egy 200 000 kuba azért kell, hogy valami kijöjjön belőle. Jó, persze még ez befolyásolja hát a nagyobb a szerencse, úgymond, hogy most kiesik el egy jó stat, vagy nem esik ki egy jó stat. Olyan sok sok ilyen statisztikával ellentétben én a pozitív dolgokat kedvelem egy riven, engem nem érdekel a negatív, akem az érdekel, mint pozitívan biztosan hozzád. Úgyhogy egy mínusz számú, mínusz az nem érdekel. Engem az érdekel, hogy minél több pozitív dolog legyen, és azok a pozitív dolgok ugye közel legyen a fegyverhez, mert a Rivenektek a nagy hátránya az, hogy nagyon sok értelmetlen statot hozzá a DJ, és hát ugye ennek idézőjesen köszönhetően kell annyit pörgetni, mert ritkán jön ki egy normális stat a fegyverem. Na mindegy. Na hát álljunk neki, aztán meglátjuk a kis fegyverből mit hozunk ki. Az első körben. Tehát ennél csak jobb lehet. Elektrik magazin projects értelmetlen az egész. Hát, itt közeledünk egy kicsit, de hát ez is majd baromi rossz, hát ezzel nem vagyunk előrébb. Tehát, mikor idősz, ez tök jó, csak hogy az inkább egy harmadik opció kéne, hogy legyen. Már hát még a harmadiknak is elég rossz, viszont ugye a kettes reload speed-re emlékezik a fegyver. Ezért a reload speed szerintem elhanyagolható. Hát, és damage to corpus, ammo maximum, hogy a basszú az ugye nem igényel ammót, úgyhogy ammo maximum az eleve egy értelmetlen statisztika, olyan, mint a D nem ismeri a saját fegyverét, amit ők csináltak, szóval, hogy hello, what is this? Hát itt már tartom az damage-et.
Viszont Beedus Fire-ét. Megjük száll és szágos elektrik, hát... Hát ez valami, hát... Nem a legjobb, de ez már annyira nem rossz. A Beedus Fire-ét tudjuk még. Oh. Na, ez már érdekesebb, nincs csak, hoho. Mondjuk 130 és damage. Fire it. És hát zoom. Tehát egy hatalmas dolog, de maradjunk mondjuk ennél. Feltöltem rossz igazából, mert túl is újra töltik a vegyőnk, úgyhogy... Hát ebben meg is semmi damage nincs, úgyhogy maradunk ennél. Megyünk tovább. Na, critical damage, minus critical chance. A critical chance úgy érdekes, mert ebben státuszos vagy be. Critical damage az elég jó, 100%, azt mondja, hogy ez 4-et ad. 4, 6, hát... Többi is ad meg egy kalap kaki, úgyhogy... Jó, tovább. Szóval itt a zsákban van, csak hogy vagy kihúz valami jót, vagy nem. Na. Ez a critical chance, plusz critical damage. Hát ez... Most eleve, hogy a critical chance-es fegyvert akart csinálni, és tartozós fegyverből ez a mód, akkor nem veszük a critical damage-et, szóval... annyira értelmetlen. Hát, ez is érdekes. Heat, cold, electric. Hát mondjuk ez lehet, hogy érdekes lenne, mert akkor lehetne... Plusz damage... Jó, legyen ez... Ez legalább 3 pluszos izé van, elementál rajta. Igazából a múlt is ott van igazából a leglényegesebb. Egy múlt is ott damage, a minusz, és plusz, na plusz még rá egy kis elementál, mindegy mi. Vagy itt talán critical damage, minusz múlt is ott. Melyik világban jó a minusz múlt is ott, egy hegyvernél. Na. Ami az, azt mondja, hogy... Na, critical, tehát minusz zoom, szóval, hogy... Tehát mostanában, hogy jó, mondjuk nem sokat játszok most a Warframe-et, de azért most tapasztaltam ebbe az évbe, hogy a status chance igazából 100-nál följebb fölösleges, mert igazából nem történik semmi. Szóval, tehát nem fognak jobban halni az ellenük, hogy 200 meg 300 szoros státusz, ez a státusz chance van rajta 100-nél, tovább nem is kell igazából. Szerintem nem nagyon reagálnak rá. Inkább jobban viszi az elemét, inkább a critical chance. Jó, fasz a kis critical damage-em. Na, 197%-os damage. Akkor sajátodban azt a 3%-ot játék. Hát igazából a damage-et nem tudom. Itt is inkább maradjunk ezeknél a dolgoknál. Mindig a három elementára szavazok inkább.
Ez. Lassan beírunk 300 000 alá. Minkor is hát tapasztaltunk jó statokat, de igazából, de a legjobbakat. Hát benn is veszünk már 100 000 alatt, azt mondja, hogy status duration, tehát nem tudom, hogy a status duration, azt nem tudom, hogy valaki használ -e, de szerintem senki nem használ a status duration-t. Hát ez sem. Nem tudom, milyen esetekben, vagy melyik fegyvernél működik a status duration. Tehát projectile speed-et se értem tökéletesen, hogy mi a bánat lehet az, hogy miért el. Én a nagy sebzésbe hiszek. Főleg akkor, hogyha mellette van jó státusz, vagy kritikát sem a script, de nincsen. Hát ez borzalmas. Ha azt mondaná a Riven, hogy mit tudom én, hogy plusz 50% damage-tő korpusz, damage-tő grinyel, damage-tő infested, akkor azt mondom, hogy jó, ez tök jó, mert akkor itt egy módba belefoglalta 3 izé, én nem mindek a ugye, jobban sebez rájuk, ugye van a nem is korruptad is azt hiszem, ugye de már hát csak ennyi lenne benne, hadd is tök jó lenne. Kicsit szállagos kritika chance, de szerinti, hogy ez 30 szengben öt, hát hát az inkább olyan hatalmas crit chance, crit damage kéne, hogy az hiteles legyen. És hát olyan creature-nek kell lennie, hogy na, hogy tökre. Nem vagy elég meggyőződik terében. Hát, várható itt a ezért. Rostatokat azért volt előtt, azért már jobb is, mint ezek. Most persze, Punstrud. Punstrud, tehát elvileg ugye tehát segíti a lövedékeknek az átütését. De igazából a játékon belőle semmi nem beszél szerintem. Tehát ez nem lesz OP. Jó, ha rajta van. De igazából lehet, hogy csak az íjaknál meglőéssel, hogyha az íjnek a sebessége van, és tudom, hogy fogalmazok, hogy csak ott számít valamennyit. És jól fegyverek, én nem tudom, a punctú az használ valamit, vagy valaki tapasztalt-e már, hogy a punctú az és tök jó, raktak el punctút. Nagyon nem hallottam mi erről. Hát, ez se volt egy nagyon jó dolog. Nos, beérkezünk 250 000 kuba alá. Hát, de fire rate meg critical chance, hogy függ ez össze?
És értem. A vertikált csinálsz nekem, mert fagyban az elég nagynak ki lenni. 250-nek minimum ki lennie. De utána még ugye hozzá lehet még csapni még a az alap, hogy a quick chance modot. Hát, mi ez? Most leálltunk. Azért voltak azért jó próbálkozások. És meg megint bedobja ezeket a selejteket. Csak hogy mi kapjál valami jót. És hát jól mondhatom, de hát ez... Nem jó. Tehát nincs multishot. Jó, a 100 fölött kéne legyen. 150-szeres vagy 200-szoros mind a kettő. Ez jobb ki volna. Megérkezett a multishot. Hát, nem tudom. Kell várni még ennél is jobbat. Hát, hogy nem az első pörgetésre lesz annak a ribbennek, de igazából nem lesz szintelen semmit. Jó. Ha még a izé a majd critical chance, a critical damage együtt játszani Rivenen, akkor azt mondom, jó, nézzük meg. És akkor kipróbáljuk, de hát nem. Azt mondja, hogy... Elhasználom azt a kuvat, aztán meglátjuk, hogy... Nem tudom, most folytassam, olyan basszumot, vagy ne folytassam, attól függ, hogy milyen, miket pörgetek most ki, amennyi ilyen kuván van. Szóval most már csak 206 000. Jézusom. Most be fogunk élni 2000 alá. És hát most nem fogunk semmit cserélni. Háj! Háj, háj! Azt mondja, hogy... borzalmas. What is borzalmas? Hát, jó. Körülbelül igen, zsákba macska. Azzal kell beírni, ami van. Hát ez... damage nem volt rajta. Hát, a legfeljebb majd belőlünk még egy
Bárhúvált aztán. Be. Meg azért a Riven diszpozitás azért nem annyira rossz. Nem mutatni azt, hogy fölöslegesen pörgetem és várom a csodát. Egy hiányzik a pötyiből, akkor már azért kéne valamit alkotni. Ó, hát ez, na, ez már nekem úgy tetszik. Ennél maradunk most jelenleg. Tűz, damage, multishot, na. Hát, tudod, kicsit meg kell szidni, és már tudom is meg kicsit jobbat. Körült nekem az a játék. Ja, ammo maximum, mi a picsának baszom ammo. Csem. Nem is tudom, hogyan találják ezek a statisztikákat. Amint ráraktak, mert tényleg közel nincsen, de olyan, olyan ez a, az olyan a random trivial statisztikák, mint a, egy olyan ember csinálta volna rá a statokat, aki életén nem játszott a játékkal. Csak megkérték el, hogy hát dobáljál már rá valamit, hogy lehessen mit pörgetni, szóval csak úgy köz. Na, atya úristen. Igen, pontosan meg státusz csinál, nagyon jó, tényleg. Ez borzalmas. Van már, jó elhasználtak azt a kovát. Úgyhogy. Na, én jól kell az ajat kikapcsolni. Még akkor is, hogyha ez... Ha mostanában játék és az ember játék. Behúzzák. Ja. Hát a lefordul. Hát azt a ligépeknél is azért előjönnek azok a dolgok. Ezért váltottam az azt a ligépeket. Nem. Mondtam már, hogy mindig tönkre egy bennük valami. Kedden voltam kiszítetni a laptopot. Azt írták ki bejelentésbe, hogy hát igen, elég piszkos volt, elég poros volt belőről. De amúgy kutya baja nincsen. Úgyhogy azért tök jó, hogy mány ideje már vigyázok rám. És egy driving akarok rá vigyázni, most az havi 20-as most nem fog földhöz vágni, most nekem nincs arra pénzem, hogy 400 ezer, vagy fél évben vegyek most egy laptopot. Mert annyira kéne, hogy legalább most már 8G-es videókártyának kéne lenni, vagy minimum egy 6-nak. De, a 6 is kevés. Szóval 6. Na igen, így van, ez teljesen így van, hogy laptopnál nincs erre. Ott kaki az egész, hát akkor mehet. Mehet a kukába az egész mindenség. Na most, hogy anyum gépe is most izé. Nem a szervizban van. Aztán gép persze.
Atya, úristen! Nagyon durva. Milyen statok ezek? Hát igen, van ez olyan szaltossága mindennek. Amikor azt mondja, hát akkor én most kibúcsanak. Na, ma ezért tisztes megcsináltak egy 3 órát, úgyhogy tök rendesek voltak. Hát azért ez gyanús azért. Tehát valószínűleg van benne egyfajta szándékosság is. De csak számítógépeknél, nem gondolom, másnál is. De zsenik letesztelték, hogy a dolgot, és be van úgy állítva. Lett egy műszaki cikk, hogy ugye, hogy a lejárat előtt gyorsan meghalljon, vagy pont a lejárat után fog meghalni, akkor nem is számítasz rá. Kilencszer 7000 watt. Úgy érzem, hogy ennél úgy nem lesz, de most már elhasználom aztán, majd gyűjtögetek még, hát. Ki kell próbálni ezt, hogy... Hogy egy ilyen event diszpozitású fegyvernél milyen statokat ad ki. Eddig az legjobb. Fúj. Jó. Kéne egy valami jót is még dobniam. Találtam még valami. Valamit itt überelni még. De a damage mód is ott próbáljál már überelni terében. Menjünk jóval 100 fölé mindennel. A 141%-os damage az mink elég jó. Itt azon a legjobb, hogy a mód is ott is annyi lenne. De jó, nagyon jó. Critical chance, status chance, low speed. Atya úristen. Köszönöm.
Ez... Ez komoly, ez hír plusz magazin kapacitás, de báj. Láthatjuk már. Hát egyes pörgéseken elég kecsegtette volt a critical damage, de hogy ez így önmagában nem egy hatalmas. Ó, oh, oké. Hát annyira távol attól, hogy jó legyen. Project Spy, Project Time Speed, meg... Szépen ezt kitalálta ezeket. Toxin, meg izé, a maximum, meg jó a speed. Hát ez komoly, tényleg. Ez maradjon, hogy elpörgessen, basszus. Fú, hát ez forradalom. Nagyon sok hátra. Ezt. Az lenne még fel, hogy a rüven pörgetések esetében a hogy akkor sokat te azt mondod-e? Hát mondjuk visszakapnánk egy kuvának egy részt, még az is jó lenne. Itt, amit ugye nem fogadsz el. Statottabb úgy tudom olyan pörgetésnek a felét visszakapod. Itt valami apróságot, nem most elhasználok egy csomó izőt. Kubát, amit mennyivel X-idől gyűjtöttem össze. Aztán megint gyűjtöttem össze. Oh. Hát ez nagyon-nagyon elengedte magát az a rüvem, mert nem akar már jó statokat produkálni, miért meggondolnám magam. Ja, nem, a bölcsége. Ha! Ja, csak azért ilyen néven diszpozitásnál azért... Á, de... Ájjajjajjaj... A kubának a... Több... Elindulsz itt a mix kubával az első bölgetésnél, utána meg fölemeli a kubát. Az maradt szerintem, én úgy látom, hogy maradt. Tehát 1000 valamennyire indultam a pörgetésen, tehát 2000 valamennyi.
Most meg már ezért sokkal több. De elkérik azért. A kovát nem tudom minek, de tudom, hogy mit csinálnak vele. Nem borzalmas. Hát, csem. Hát ide van rossz, mondjuk összekapnánk a rossz pörgetések kuájának a felét, mondjuk. Főleg, ha az ember annyit gyűjtögetett, nem. Jó, mondjuk könnyen meg lehet. Most már ebben észre ittam egy-két órát izélni. Szörvevőzni a szépezbe, aztán esik. Rendesen izélni. A cucc aztán azzal meg tudsz venni egy csomó kuvad. És komoly. De ó, maximum. El kell figyelni, hogy véletlenül azt elpörgessem, mert akkor... Hát ez is több értelme akkor az egésznek. Ez is micsoda? Amon, Maximum, meg Cold, meg... És nem ér semmit két gyors hat a többi szar mellette. Hát, akkor ennyi volt, mese volt, elfogyott a kóla. 400 kóla kevesebb. Hát ez az. Ez a probléma fegyvert, aki módosítja a rivem. Azt mondja, hogy se dugon nálam. Kíváncsi csak, hogy ez hogy működik még. Hát lehet esetben meg kicsit javítani. Na, ugye akkor le kell formázni egy helyet. Szerintem. De le kell, mert az 10-es. Akkor ez biztosan jó mód is ott marad. Ezt a két fő módzaton. Azt mondja, hogy van csak. Igen, az kell. Ja, jó, jó. Na, jó, hogy rossz forma ezek le. Nem lesz elég. Hát, hogy elég lesz. Nyilván látjuk, hogy befér. Akkor tudom csak mutatni a statját, hogy mi sikerült kihozni ebből. Ja, nincs is kézzel kimaxolva. Ezt ki kell maxolni, csak hogy kimaxolom, akkor meg nem lesz elég hely. Na mindegy.
Most ed után akkor ezt leformázok szépen. Azt mondja, hogy Shadow marad egyelőre. Hát, annyi volt akkor. Hát jó van. Úgyhogy akkor vasárnap biztosan folytatjuk tovább. Ja, legyenek szakúval. Szakmának a tesztelése. Ugye beépítettem az egy ability-t. Ugye, mit tudhat kiszedni. Meglátjuk, hogy ez hogyan működik. Aztán még tesztelünk még rajta valamit. Úgyhogy akkor ennyi. Jó van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, aztán további szép hetet. Hello-sztok.